Egy száz négyzetméteres családi ház tetőszerkezete gyulladt ki már a Víradóra Albert Irsán a Vécsei utcában. A tűzoltók kiérkezésekor a ház tetőszerkezete és padlás tere már teljes egészében égett. A lángok további melléképületeket veszélyeztettek. A Ceglédi és a Nagykátai hivatásos tűzoltók a tető megbontását követően oltották el a lángokat, majd vizsgálták át az épületet. A munkájukat a Pest megyei katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányította. Az oltás során az égőházból az egységek nyolc kutyát kimentettek.